Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Greencat és Do It Yourself, és ma egy olyan dologra keressük a választ, amire szerintem mióta az emberiség létezik, kérdéseket tesztek fel, hogy hogyan is védjük meg az értékeinket, vagy legalábbis hogyan tegyünk rá egy kísérletet. Úgyhogy ma egy nagyon leegyszerűsített riasztórendszert fogunk készíteni, ami föl fog minket hívni telefonon a riasztás pillanatában, tehát nem a hangosan kolompolóra gondolunk itt, hanem egy csendes riasztást fog kivitelezni, de hogyan? A kivitelezés nem lesz túl bonyolult, szükségünk lesz egy régi típusú mobiltelefonra, ami még nyomógombos. Egyetlen kitétel, ami a telefonon nagyon fontos, hogy tudja az úgynevezett egygombos hívást. Ezzel az egygombos hívással fogjuk tudni azt megoldani, hogy a mi riasztónk mozgás alkalmával ezt az egygombot nyomva tartja, ezzel hívja az oda rögzített telefonszámot, ugye nyilván ez a miénk, és akkor tudjuk, hogy riasztás történt, azaz mozgás történt a házon belül. Ezt persze meg lehet úgy oldani, hogy szünetmentes tápról folyamatosan működjön. Mi a jelenleg a telefon saját akkumulátorát fogjuk használni, mert az tud nagyjából egy hetes üzemidőt. Plusz egy 12 voltos tápról fogjuk működtetni a mozgásérzékelőnket, mert neki annyira van szükség. Ahhoz, hogy ez a dolog működjön, még egyetlen egy kis rellére van szükség, mert az összes mozgásérzékelő gyakorlatilag folyamatosan nyomva tartaná a gombot, ami nekünk nem kívánatos, ennek a funkciónak a megfordítására egy relé kell, ennek a bekötése nem túl bonyolult. Így van, úgyhogy szerintem kezdjünk is hozzá. Az első fázis az az lesz, hogy ugye szétszedjük a telefont, és akkor hozzáférünk az egyik gombjához, aztán pedig elkezdjük szépen összekötni azt az áramkört, úgy, ahogy az kell, de mutatjuk képen. Jó, is minél rövidebb vezetékekkel próbáljuk összekötni, hogy átlátható legyen a dolog, és magának a riasztásnak a szüneteltetése pedig egy egyszerű kapcsolóval lesz kiiktatható, amit aztán persze nyilván hosszabb vezetéken odarejtünk, ahova akarunk, vagy kivitelezzük, ahogy tetszik, mint ezt mondtam, akár szünetmentes módszerrel is. Na most innentől kezdve néhány lépés, és már kész is az egész. Igen, még annyit érdemes talán elmondani, hogy ezt ugye később több mozgásérzékelővel lehet fokozni, hogyha úgy gondoljuk, de itt már a lehetőségek végtelnek. Úgyhogy... Igen, akárhány darab mozgásérzékelő összeköthető, amit nem fogunk tudni, hiszen nem fogja átküldeni, hogy melyik zónát sietették meg, de ettől még azért a riasztás az riasztás, és oda lehet valakit küldeni, aki megnézi, hogy hogy állnak a dolgok. Így van, úgyhogy kezdjünk is bele, lássuk, hogyan készül el.
Nos, ahogy látjuk, elkészült a kis riasztónk. Annyi biztos, hogy nem a korona ékszereket kell ezzel védeni, mert ahhoz talán kicsit kevés lenne, de egyébként egy átlag felhasználásra otthon nagyon jól működhet, ha elmegyünk nyaralni, vagy ha éppen az éjszaka nem tartózkodunk otthon. De nézzük át, hogy hogyan is áll, vagy miből is áll ez a kapcsolás pontosan. Hát akkor tekintsük át a kapcsolási rajzunkat, ami nem lesz túl bonyolult. Van nekünk egy 12 voltos tápegységünk, ami a mozgásérzékelőnek az áramigényét oldja meg. Ugyanazzal a 12 volttal vezéreljük a kis relénket, ami a mozgásérzékelő által adott normál esetben zárt érintkezőket átalakítja egy normál esetben nyitott érintkezővé. Ez annyit jelent, hogy amikor a mozgásérzékelőnk nem jelez mozgást, akkor a mirelink meg van húzva, amikor mozgás jelez, akkor a mirelink elejt. Ennek a megfelelő érintkezőjére kötöttük be a mobiltelefonnak a 3-as gombját jelen esetben, ami a gyorshívását vezéri. Nagyjából ilyen egyszerű, egy kapcsolónk van még, amit itt erről a vezetékről kihagytunk, de ezen a ponton, ha megszakítjuk, akkor ez meggátolja a riasztást, és ezzel lehet élesíteni is az amatőr riasztó rendszerünket. És most, hogy megnéztük az elméleti bekötést, akkor lássuk ezt, hogy is néz ki az asztalon. Miután láttuk akkor elméleti alapokon, ezt gyakorlatban akkor még egyszer átvesszük. 12 voltos táppal látjuk el a mozgásérzékelőnek az áramigényét. Ugyanez a 12 volt vezérli a mi kis relénket, és itt alakul át ugyebár a normál esetben zárt érintkező, egy normál esetben nyitott érintkezővé, ami már nem zárja a mobiltelefonunknak a kapcsológombját, és van még benne egy kis kapcsoló. Ugye ezzel lehet élesíteni a rendszer. Így van, és akkor szerintem élesítsük. Ugye a rendszert akkor élesítjük logikusan, amikor nem mozog senki, hát mivel mi háttal állunk a riasztónak, ezért nem mozog senki, tehát beélesítve be van a rendszer. Ugye szimulálunk egy behatolást, azáltal, hogy az ujjamat elérakom, ekkor a relé már át is áll a másik irányban, és látjuk a telefonon a hívást. Abban a pillanatban, és itt pedig megjelent. És megjelent a csörgés. Így van. Úgyhogy ez ennyi. És rohanhatunk. Igen, ilyenkor lehet fejvesztve kapkodni, hogy akkor mi is legyen. Úgyhogy ennyi volt mára, ezt szerettük volna nektek mutatni, hogyha hasznosnak gondoljátok, akkor mindenképpen készítsétek el ti is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!